Ez itt egy komposzthagyó mély mulcs, aminek a lényege, hogy olyan módszerrel rétegezek különféle komposztálás, jó komposztálódási erejjel rendelkező anyagokat, amik komposztálódás után maga a közeg fogja biztosítani nekem a termesztő réteget. Tehát itt sincs szükség semmiféle talajművelésre, talajforgatásra. Ha gondoljátok, meg tudjuk nézni, hogy milyen anyag ez a mély mulcs. Tehát ez a réteg úgy lett összerakva, hogy a komposztálódásnak a megfelelő feltételeket biztosítottunk, megfelelő nedvesség, megfelelő víztartalom és megfelelő szén-nitrogén arány. Ez szintiszta lótrágya volt és szalma. És ez lett belőle gyakorlatilag 100%-os komposzt. Ugye amikor manapság arról beszélünk, hogy fogy a humusz a termőtalajainkból, 2-3%-nyi humusznak már örülünk nagyon, míg ezzel szemben itt ez 100%. Ilyenkor a középkezdésnél mindig azt szoktuk, hogy próbálunk már egyből váltani, és egyből mutatni az ellenfélnek, hogy azért támadni szeretnénk. Ezért általában ilyenkor felrúgjuk a labdát az Ádira, és azt kell megtámogatnunk nekünk az középpályásunknak. Most is így történt, és láttam, hogy az én oldalamon igazából nem sok védő van, illetve hogyha vannak is, akkor is elég távol egymástól, és ami lejött labda az Ádiról, vagy a visszafejesre, a másik labda, azt úgy éreztem, hogy meg tudom támadni, és az Ádihoz fejeltem, és mutattam az Ádinak, hogy passzolja be, és amikor bepasszolt, láttam, hogy a Neuer már jön ki a kapujából, és úgy éreztem, hogy ha nem is fejelem be, akkor legalább egy kontaktot ki tudok harcolni, és egy 11-est össze tudok szedni, de szerencsére befejeltem, és akkor így én tudtam a gólt szerezni. És ott már, amikor ugye ezt a telepet megszüntették, ott maradt egy üres tér, és ott dolgozott két aszfaltfőző masina, ugye mondjuk annak ilyen gép, amit annak idején Reisernak hívtak. És hát az emberek, akik ott laktak a lakókocsikba, ugye azt, amit annak idején maringotkának neveztek, azok az emberek hozzánk jártak be vízért, ezért, azért, amazért, ami kellett, ugye, ha segítettünk. Ők viszont viszonozták ezt nekünk jó kis tüzelőfával, mert ugye ott a jó kemény fávot tüzeltek ebbe a masinába, hogy ez az aszfalt 8 óra alatt elolvadjon. És aztán mentek ugye burkolni. És akkor a édesapámot se körött féteni, így rászette a illetékes dolgozókot, hogy hát csináljuk már meg azt a kis mellékformába a járdánkot, ugye, hogy ne legyen már ottan csak olyan poros, meg ez az.